Kevesebben tudnak találkozni a családtagjaikkal és barátaikkal. Ezt a választ adta a legtöbb kanizsai stábunknak, mikor megkérdeztük, hogy számukra mi a legnehezebb a korlátozások betartásában. A szakemberek szerint a kijárási és látogatási tilalmak, valamint a kötelező maszkviselés mind olyan intézkedések, amelyek miatt napról napra egyre jobban eltávolodnak egymástól az emberek. Nagyon sok család életét ellehetetlenítik a fennálló szabályok, mondta el híradónknak Dóber Valéria pszichológus. Tapasztalata szerint a szociális kapcsolatok már nagyon hiányoznak az embereknek. Az este 8 óra utáni kijárási tilalom is sokakat megvisel és lekorlátozza a kapcsolatainkat. Feltehetjük a kérdést, hogy csak azoknak az embereknek lehet esti órákban sétálni egy nehéz munkanap után, idézőjelbe a sétát, akik munkából mennek hazafelé, a többieknek nem. Én azt gondolom, hogy a levezetés egy nehéz nap után, egy családi együttlét, a regenerálódás miatt nagyon fontos lenne a későbbi órákban is például elmenni sétálni. Gondoljunk abba bele, hogy nagyon sok ember 12 órázik, gyárban dolgozik, nem tud együtt lenni a gyerekeivel, a családjával. Egy megkérdezett kanizsai szerint pont akkor kell hazaindulnia, amikor végre lenne egy kis ideje találkozni a barátaival. Hülyeségnek tartom a 8 órás zárást. Tiszta fölösleges. Hát este üres az utca majdnem, amúgy is 7 órakor már. Most akkor miért kell bezárni? Most elmegyek a barátomhoz, hozok, hogy futtom 8-ra, mert nem szabad kilenni. Hát ennek semmi értelme nincs. Nem akkor megy a vírus, nem akkor fertőződik, szerintem legalábbis. Sok idős nem mer részt venni a családi eseményeken, amíg nem kapja meg a védőoltást. Unokáim hiányoznak, azokat nem igen látom ebbe a vírus helyzetbe. Még nem vagyok beoltva, majd most talán sikerül. Vannak, akiknél a személyes találkozásokat most a virtuális kapcsolattartás helyettesíti. A családtagok nem láthatják egymást. Szerencsére van az internet, ami egy kicsit megkönnyít ezt a helyzetet. A mai kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt közölte, hogy a holnapi konzultáción fognak dönteni az újraindítás és a nyitás lépéseiről.